kisgyerekként hogy fogtatta azt fel, hogy te más vagy, mint a többiek? A környezeted hogy reagált erre? Emlékszem arra a pillanatra, amikor óvodáskorú voltam, és rájöttem arra, hogy tényleg én vagyok más. Tehát amikor megérti az ember, hogy aki szembe jön vele, ők vannak többen, és én vagyok a különc tőlük. Soha nem dugtuk el a kezét, és neki is azt mondtuk, hogy nem, és hogyha valaki megkérdezi tőle, hogy és mi történt, akkor ennyi van, itt születtem. Mit jelent neked az úszás? Igen, igazából ott érzem azt, hogy kicsit más, mint a fizikai valóban, mert ott sokkal ügyesebbnek érzem magam, az sokkal egyszerűbb, mint felvágni egy paradicsomot, mert a vízben mindenki egyenlő. Miért pont gyógyszerész akartál lenni? Nagyon szeretnék a tudásommal segíteni, és ez egy nagyon kézzelfogható segítség. Érte hátrány miatt? Csináltam egy kenőcsöt egy idős bácsinak, és én akartam neki ugye kiadni a gyógyszert, amikor kész volt, és amikor meglátta, hogy ezt én csináltam, akkor azt mondta, hogy ő ezt így nem hajlandó használni, mert hogy ettől biztos, hogy meg fog halni. Olyasmi dolog ért, hogy annyira nem látnak szívesen egy munkahelyen. Sokszor mondták azt, hogy magam milyen szép is lehetett volna, milyen kár magáért, illetve az is előfordult, hogy azt mondták nekem, hogy nem írok elég szépen, nem írok elég gyorsan. Az volt életem legjobb szülinapi ajándéka, amikor én megtudtam, hogy kérdés nélkül felvettek ide is. Én ezért nagyon hálás vagyok. Be a fizikai adottságai mellett én sosem kételkedtem abba, hogy el tudja látni a munkáját. A páciensekkel abban nagyon könnyen tud kontaktust teremteni, szerintem ez az alapvető kedvessége miatt is lehet. Mi ad neked sikerélményt? Ha találkoztatok a betegekkel az osztályon, a vizitek alkalmával, nagyon szeretem, hogyha ha esetleg rájuk mosolygok, és ők esetleg tőlem kérnek fájdalomcsillapítót, vagy ilyesmi, hogyha mondjuk másnap is felmegyek az osztályra, és esetleg valamit javasoltam, és láttam, hogy ott hagyták a lázlapján, tehát ez bevált nekik ez a terápia. Ahogy összeköltöztünk, reménykedtem benne, hogy kapok némi segítséget, hát mégiscsak két keze van. Ez elég kúszta ábránt volt, és elég hamar ledőlt, ugyanis mi egy zöldségszeletelésbe vagy bármiben kezdtünk, Levente olyan ügyetlenséget mutatott, mint még senki a környezetemben. Így történt egyszer az, hogy teljesen őszintén csak annyit mondtam neki, hogy tudod mit, Levente, inkább maradjon ez az egy kezem, mint kettő olyan legyen, mint a tiéd. Olyan furcsa így látni magunkat amúgy, és tényleg így egy perc alatt teljesen megváltozik ez az egész, hogy az ember ezt kimondja. Augusztusban volt az esküvőtök. Milyen volt? Életem eddigi legjobb napja volt. Néhány év múlva hogy látlak titeket? Reméljük sok gyerekkel, az a terv, hogy félkezű siketekkel benépesítsük a földet, ugye Levi? Igen, igen. Az biztos, meg biztos, hogy nagyon boldogan. Igen. Ugyanígy szeretve egymást. Tudom, hogy nekem is egy életem van, és minden ilyen embernek egy élete van, és ebből kell kihozni a legjobbat. Legyenek bátrak az emberek, és próbálják meg, mert tényleg egy esélyt mindenki megérdemel.